Az Országos Széchenyi Könyvtár fotótárában vagyunk a Madács kiállításon. Miski Balázs László tervezésében elkészült, de meg nem valósult, szintén londoni szín. Valami különleges fényei vannak és fényjátéka, és egészen modernül újszerűen hat. És akkor itt egy percre ugorjunk vissza, csak összehasonlításként a Baja Benedek féle London egyik jelenetére, hogy mennyire más, mint a másik feldolgozás. Ez 1926-ban volt a Városi Színházban. A másik előadás ugye 34-ben volt, amit Olá Gusztáv tervezett, és a Szegedi Szabadtéri Színpadon mutatták be. Ott is nagyon különleges vetítés technikával oldották meg. Arra előadásra a monumentalitás volt jellemző, mint a 26-os Városi Színház belire is, és ezért különleges ez a kamara színházi előadás, melyet aztán később, mint mondtam, Kassán, Budapesten, Pécset és Ungváron is bemutattak. 1939-től 41-ig bezárólag. És ezzel azt gondolta, hogy népszerűsíteni tudja az ember tragédiáját. Természetesen hozzá kell tenni, és a londoni szín azért is különösen érdekes, mert ez a legproblematikusabb szín talán az egész darabban, és érdemes megnézni, hogy Paulai Ede óta hogyan alakult át a londoni szín, és hogyan változott. Színpadon át kellett írni, át kellett dolgozni, úgy, hogy az egész színdarabot. Tehát aki olvasta a művet, azt nem pontosan a Madácsi művet fogja visszakapni, ezért különösen érdekes, hogy az egyes rendezők azok hogyan nyúlnak hozzá a darabhoz, mit hagynak el, mit vágnak össze, és mit alakítanak ki belőle. Az Országos Széchenyi Könyvtár Madács kiállítására szeretettel várjuk az érdeklődőket. Augusztus 20-án a kiállítás is nagyon érdekes, és ez jól illeszkedik. A délután 3 órakor bemutatásra kerülő, illetve vetítésre kerülő Jankovics Marcel Madács film.